Hölgyek és urak, sziasztok! Itt a Moore és a Minecraft Survival kezdőknek sorozat, ha minden igaz, 109. része. És hogy kicsit izgalmasabb legyen a dolog, nem mindig ugyanazt csináljuk. Most ezt a monumentális tornyot, falat akarnám itt csinálni, amit elkezdtem már nagyjából, tehát ott valahogy látszik belőle, hogy mi lesz. Van egy felfelé vezető lépcső, amit majd egy kicsit biztonságosabbá teszünk. Már megint sikerült egy olyan részt csinálnom, ahol nagyon gyenge a hang. Na, szóval igen. Ez a torony, ez reményem szerint még nagyobb lesz. Van bőven mindenféle anyag. Már itt összeszedek, komplet tisztán, igen. Ezeket majd átcraftoljuk. Lipstick egyetlen egy maradt. Van még itt. Jó. Megcsináltam végig a vasutat a Ender kapuig. Hát ezt érdemes valahogy úgy csinálni, hogy magát az alapját lerakni körbe, hogy képzelem el, hol lesznek kapuk, hol lesznek tornyok, és akkor utána felhúzni, de tényleg iszonyat magas monumentális legyen. Deep Slate az van bőven, tehát rengeteget bányáztam meg én. Csak most visszamegyünk aludni. Éjszaka ezt azért nem ajánlott csinálni. Ilyenek miatt. Próbálok a hangerőre odafigyelni, mert amit mondtam, vagy elkezdtem mondani legalábbis, megint sikerült pár gyengébb részt összehozni, ahol a hangerő nem megfelelő. Vagy távol voltam a mikrofontól, vagy nem is a mikrofon felé néztem, és úgy dumáltam. Ezek lehettek az okok. Közben a kutya kinyitotta az ajtót. Oh my god, na van itt vas hegyek, itt semmi, itt egy kis hús. Jó, de az van nálunk bőven. Rails, az most egy ideig nem kell lesz, ezt elrakhatjuk. Jó. Lap is lazuli. Az nem baj, ha gyűlik. Oké, vas meg nem kell ennyi, de... Na. Nem tudok hova tenni már ennyi vasat. Valamit innen ki se lejtezünk. Hát mondjuk ezt a 4 darab. Ezt a 2 darab jó iront is még ide be tudjuk lepni. Na. Egy pillanat. Tehát egy alvás, és utána folytatjuk a dolgot. Engem. Hol van a... itt van. Jó. Ez kell majd nekünk. Kreatív. Why? Valamiért váltottunk, már nem emlékszem, megmondom őszintén. Jó. Deep Slate itt van, jó van. Van Dice is nálunk. Ez mind Cobbled, azt mondja, ez sima Deep Slate. Jó,
Na, és akkor ez a kis szerkentyű, ez segít nekünk abban, hogy egy kattintással az legyen belőle, amit mi akarunk. Deep Slate Tiles-ból építgettünk. Jó. Hey. Ja, nem mondtam neki, mi kell. Shift-et nyomok egyébként, utána kattintok, akkor berakja az egészet. Kiválasztom, utána megint Shift-kattal az egészet átcraftolja tulajdonképpen. Szerintem megint halkan beszélek, na, megpróbálom odafigyelni. Jó, van alapanyagunk bőven, rácsunk is bőven, és még azt akarom, hogy ilyen támasztófalat elé, az valami másból. Miből van sok? Hát kobléból biztos, hogy sok van, meg sima sztónból. Ez nem tudom, hogy hogy mutatna ebből a támasztékfa. Úgy is van még Distance Tiles-unk. Jó. A sima sztónt is használhatunk fel. Van itt polished dioritunk is egy szekérrel. Ezeket is kéne használni, mivel ezeket folyamatosan égetem ki XP miatt. Megnézhetünk egy olyan verziót, hogy úgy milyen. Na. És akkor így. Az is van. Jó, kezdjünk bele. Ez azért kell, hogy... Ásunk is van, jó. Azzal építjük fel magunkat, és azt a könnyű visszaalvásóval visszabontani. Na. Igen, fent kéne kimenni. És tudom, hogy a torony magasságát nem először is tényleg az alapokat kéne lerakni, tehát el kéne dönteni, hogy mekkora területet kerítünk körbe. Milyen távolságról akkor húzunk fel tornyokat, tehát ide, ha ekkora toronyról van szó, akkor azért jókora távolságra gondolom a másikat. Itt közte járható lenne, a teteje is bejárható lenne, az az elképzelés. Hát azért ennél nagyobbra nem, tehát a kettes köz az bőven elég. Monumentális ide vagy oda. Ez a... annak hatása, igen. Nem tudom, hogy hol van a vég a birtoknak. Például palta nincs nálunk. Kéne valami hozzávetőleges sík. Azt mondja, hogy hú, hát még jóval arrébb, mert akkor ott menne valahol a fal. Nem a vízen keresztül, mert akár azt is meg lehet csinálni. Csak azt a területet, amit körbekerítek, azt az ember kiépíti rendesen, megcsinálja szépen. Nincs nálunk balta. Akkor a régi öreg módszerrel, úgyis egy kicsit turbóz rajtunk a cucc. Vagy majd visszajönk, aztán kivagdaljuk, hát letesszük az alapokat, majd kivagdaljuk a fákat baltával, mert azért ugye egy kicsit gyorsabb. Na jó. Aha, mert itt közvetlen mellett a másik fa. Jó. Rá kell tudni, vissza kell majd jönni. Hát szintezhetnénk is földdel egyébként, de annyira nem látom értelmét. Majd ezt utólag esetlegesen
megoldjuk. De kellene egy balta tényleg. Tehát ezek azért iszonyatosan időigényes dolgok. Tehát a monumentális épületek oké, ha már kész vannak, akkor iszonyatosan jól mutatnak közelről, messziről egyaránt. Csak nézzétek meg azt a toronykezdeményt, hogy ott fent, nem onnan sütne a nap. Hogy azért az brutál. És még nem ekkora magasra tervezem. A következő tornyot akkor valószínűleg abban a sarokban, ahol elkanyarodik majd vissza. Annál hamarabb nem kéne. Hát ez így nem jó. Kéne egy balta. Amíg nem vagyunk messze, még érdemes visszamenni, vagy kraftolni egyet. Vas nincs nálunk, de egy kőbolta is megteszi. Ahogy nem. És akkor itt az első áldozat. És már be is sötétedik. Az hamar. Na mindegy, hoztunk magunk a lágyat. Ezt a részét áthidaljuk. Mert sajnos ez pont egy erdős rész. Én egyébként szeretek ilyenekkel elmolyolni. Azt nem tudom, hogy videóban mennyire élvezhető, hogy az ember itt szórakozgat. Én nagyon el vagyok az ilyenekkel. Elszöszmetölök, utána még kialakítom magát az épületeket is, hogy falakat, tornyokat, mindent, hogy normálisan nézzen ki. Na. Megint tovább tudom menni. Feltétlen kell megvárni, míg eltűnnek a levelek, de a másik fa is útba lesz, úgy látom. Kezdett nekik elég az egyik fa, aztán a másikkal megyünk utána. Hát muszáj lesz ezt is kivágni. Mert a falnak lesz támasztéka, kívül belül kinyúlik a felső része majd. Ez is alig határeset, azt még meghagyom. Ez viszont már nem. A fával el leszünk egy ideig megint látva. Ott van még egy fa, ami útba lesz majd. Hát igen, az az erdős rész az annyira gáz ilyen szempontból, hogy tereprendezni kell rendesen.
elég messze vagyok-e. Azt tudom, hogy a vizes rész az... Ott lesz egy vizes rész szerintem, és ha ott megyünk el, az úgy jó. Ez a rengeteg fa, ez katasztrófa. Azzal megy el a videó nagy része, hogy a fákat vagdalom ki. Ami majd kell lesz felülre padlónak. Móriczka kitalálta, hogy itt csak úgy a falnak az alapjait lerakom. Hol vagyunk, jó lenne tudni. Ez már itt a vizes rész. Tehát itt igazából... Jó. Hát ahogy gondoltuk, tehát ott akarnák körbe menni. Tehát a vizet az körbe keríteni mindenképpen. Lehet, hogy ezt a tereprendezős részét ezt majd videón kívül. Most már a fákat azt meghagyom legfeljebb, nem tudom, hogy lehet haladni. Hát valahogy így, igen. Feljebb az alját, hogy tényleg egy vonal meglegyen. Még hagyjuk is ezt a részt. Na. És akkor a... Hogy mekkora volt a torony, úgy nagyjából rémlik, akkor ide valahol kell lesz majd a torony. Itt már fordulni kéne. Ha jól gondolom. Na igen, most ott annyi mehet a vizen át. És akkor ide valahova, ahol van neki terület. Hát ha más nem csinálunk területet mondjuk erre a részre. És akkor ott lesz a torony. És akkor ennek megy neki. Alap. Ez már nem kell ide. Itt mondjuk megy egy, kettő, hármat s vége. Igen. Akkor egy, kettő, három, négy megint. Egy, kettő, három.
Igen, és akkor itt 1, 2, 3, 4, megvan az alapja a toronynak. Oda csatlakozik majd a másik fal. Így, és akkor itt meg megy tovább a másik fal. Akkor valahogy úgy, hogy pont itt, igen. És akkor a külső részét húztam fel. Ha minden igaz, igen. Akkor itt is azt folytassuk. Nem bírok magammal, nem. Idegesít, hogy ott maradnak ezek a fák. Na. Akkor nem látom be a területet tőle. Az külön. Nem tudom, mennyire lesz illúzió robban, hogy nem végigviszem a parton, hanem átmegy a vizen. De hogyha víz alá leviszem az alját, akkor szerintem nem olyan gáz. Na, én nem tudok felmenni. Gondoltam. Aztán nagyon nem tervezem én ilyen mélységig megépíteni. Pláne most. Aludjunk csak egyet. Vagyunk. Hoppá! Az keményet elébe talált, és emellett jár, igen, pont a chest hiányzik. Ó, vissza mendingelt. Szinte teljesen jól van. Helyes. Viszont ennünk kéne valamit, hogy mi is visszamendingeljünk. Tehát a külső fal, amivel haladunk. És elfogytunk. És a deep slate, aha. Ha itt tovább viszem, akkor oda kell ezt egy kaput csinálni. És ott viszont vihetjük már a parton a falat. Ott megkerülve azt a részt. Akkor tényleg legyen valami vonalvezetése.
akartam egy mintafalrészt csinálni. Mert akkor tényleg kb. Odáig elmehetünk. És akkor ott belekerítjük azt a részt, és ott is kiebbenjünk, hogy tényleg egy nagyobb területünk legyen hova fejlődni. Ezt a köztes falat majd lebontjuk esetlegesen, de meg is maradhat második védvonalnak. Nem mutat az olyan rosszul ott. És akkor ezeket itt szépen lehet tereprendezni, ezeket a részeket, hogy normálisan mutassanak. Jó lenne ezt a Petrocelli házat is befejezni. Ennek ott legyen teteje, a másik rész az szabadon marad, az olyan erkélyes rész. De itt nem ártana befejezni. A belső udvar az úgy, hogy már jó. Az is körbe van kerítve, de elé megyünk majd. Ott van a kapunk. Azt lehet, hogy beépítjük, felhasználjuk. Jó. Hát... egy próbaszakaszt azt tényleg kéne csinálni a falból, hogy képzeltem el a támasztékot meg a többi részét. Tínje is tök hegyek. Jó van, helyes. Több pitét tudunk csinálni, mert van tojásunk is tögivel a csirkék miatt. Így adok több pitét. Hogy is van annak a receptje? Az kell még más is a tojáson meg a tökön kívül. Ebben vannak a kaják? Csoportosítva? Aha. Nem. Hát már pedig lehetne. Még minden benne van. Nem. Jaj, amit kézből tudunk raffolni, igen, csak én mindig elfelejtem. Nem tudom végigböngészni az egészet. Csak akkor... Dinnye az annyira nem halt meg, azzal nem tudok mit csinálni. Na, tehát itt tudjuk a... Itt már 16 oldalnyi recept van. Remélem most jó lesz a hang, de most komolyan. Ennél majd tudnék hangosabban beszélni, de... Igen, itt a kék. Tej, amit tudunk, cukrot is tudunk, ezt is tudnánk csinálni, de... Ezt nem tudjuk magunkkal hurcolni, mint a tök pitét. Itt van a tök pite. Kell hozzá cukor is, jó. Akkor az egy kicsit drágább úgy már. De megoldjuk. Nem tudom, hogy nádunk maradt-e itt, még maradt, jól van. Ugye nem csak papírt lehet belőle csinálni, hanem cukrot is. Akkor a tojás, meg a tök, és ez a tök pite. Jó. Tojásnak volt egy külön... Igen. Food seedbe a tökök, meg a gomba. Az építkezős buildingbe raktam a fákat szerintem, igen. Na, akkor nagyon ne húzzuk az időt, tényleg még egy... Hát ennek megvan a, végül is a teteje, tehát a másikat kéne befejezni. Ami szintén egyébként majdnem megvan, tehát messziről csalók, hogy azok az oszlopok ott fent vannak. De lehet, hogy majd így összekötöm, hogy legyen egy kerete. Mert olyan, mint hogyha nem lenne befejezve messziről. Holott tulajdonképpen be van. De hát ez tulajdonképpen csak dísz a teteje. Mint ahogy ezek a tornyok, meg falak is. Szó szerint nem funkcionálitások. Igen. Tehát a területünket valamilyen szinten védeni fogja a mobok ellen, főleg, hogyha belül módszeresen kivilágítunk. Amit igazából... Na jó, akkor csináljunk itt mondjuk egy szakaszt.
meg. Hát ez az, hogy a magasság bakker. És kobletszón nem hoztam. Igazából azt kéne megnézni, míg az alj az lépcső lenne, mondjuk itt, mégül is még mutat is. Igen, alá még raknánk egy lépcsőt belőle, és akkor ez mit tudom én, 10-15 blokkonként lenne egy ilyen támasztófal. A tetején meg természetesen ilyen bástyaszerű kiugró rész, ami visszafele fordított lépcsőkkel. Milyen közökkel jó ez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Szerintem el kell a 10-es, 15 az már sok lenne. Ilyen távolság azért kell. Még sűrűbbre is el le tudom képzelni, de ritkábbra semmiképpen. Hát ezzel el voltam. Mit mondjak? Lehet, hogy ott idegesítettem fel magam és váltottam át kreatívra. Azért voltunk kreatívan. Ezt a nagyon meredek részt megoldjam. Jó, itt sincs cobblestone, de itt van. Illetve deep slate van. Na mindegy. Gyerekek, én tényleg nem akarom tovább húzni az időt. Ezt az epizódot azzal zárom, hogy mindjárt kimegyek, és akkor állátunk innen, hogy mit alkottunk. És ez majd az akkor lesz szép, hogyha ez látszik végig, tehát odáig ellátunk. Hogy látszik végig ez az iszonyat magas fal, ami körbeveszi az egész birtokunkat, mert ha felrepülünk el egész magasra, mondjuk oda, onnan baromi jól fog kinézni. Tehát van már egy olyan mentésem, ahol ilyen nagyon magas fal vettem körbe, és azért az mutatós. Tehát ez, javasoltatok monumentális építményeket, ez lesz az egyik. Meg valami hatalmas piramist akarok még csinálni, amit még nem csináltam olyan mértékűt, de ilyen inka piramist, ami még úgy, ahogy mutat is, azt nagyon sokan csinálnak, de van saját elképzelésem, hogy egész pontosan hogy lesz. Tehát a lépcsők kialapítva nagy, magas lépcsőkből, és úgy fut fel, az úgy életű, meg látványosabb. Mit tudom, ilyen 10 blokk magas alap, aztán még ráépítve egy 10 blokk magas alap, és akkor abba vágjuk bele a lépcsőket. Ha így el tudjátok képzelni, hogy mire gondolok. Na, és akkor ez ki lesz szépen világítva, én akkor éjszaka úgy fog valahogy kinézni, mint ott az a rész. Csak körbe ilyen magasságban legalább a falak, de még lehet, hogy magasabban, hogy belecsatlakozzon mint a toronyba, csak hát akkor ott azokat a tornyokat is iszonyat magasra fel kell építeni, de hát van hova még, tehát a felhő azért még messze van, de látjátok, ott se karcoltuk a felhőt. Hát olyan magasságig azért nem akarom felvinni, ez a iszonyat mennyiség anyag kellene. Bár mostanában volt időm bányázgatni, de azért deep slate, rengeteg deep slate van egyébként, azt megfigyeltem. Főleg az ember lent bányászik, és ott csináltam egy vasúthálózatot, ami elmegy ugyebár az Endig. Hú, azt befejeztem, elkezdtem kifele bővíteni, onnan is került ki rengeteg anyába, amit még össze sem szedtem rendesen. Na jó, ez olyan kis light-os epizód volt, kis alapokat építgettünk meg egyebek. Itt tényleg csak erről szólt, ennek nem volt mondani valója, nem volt különösebb célja. Ez olyan kis töltelék videó, átvezető videó, hogy ne folyton csak öbrekepkedjünk, meg felfedezzünk. De majd fogjuk még azt is, hát nem véletlenül van meg ez a Zelitra, Unbreaking-el, Mending-el most már. Jó, tehát akkor most már tényleg elbúcsúzom. Hey and go day, legyen szép napotok, jó játékot a Minecraftban,
Amúr voltam. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, nézzétek meg a régebbi videókat, és tartsatok velem a következő részekben is. Sziasztok!